hídbe. Hetedik vasárnap, bár csak kedves rúzsa, egyszer láthatnálak, csak egyszer láttalak, mindjárt szerettelek, kedvembe vettelek, halálig szeretlek. Rúzsa vagy, rúzsa vagy, még annál is szebb vagy, aranynál ez is még sokkal ékesebb. Zsebkendőmet szidott anyám érte, annak, aki megtalálja, sokot adok érte. Szabad péntek, szabad szombat, szabad szappanozni, szabad az én galambomnak egy pár csokot adni. Csótörés! Mit látsz? Eget, földet, csillagot, papukát, akkor ma tegyél le, mert meghalunk! Mitévő legyek? Kibe vethetem bizodalmamat, ha még az is utamat állja, akiben reménylenem kelletett? Ennek, amint látom, ismét valami baja érkezett. Magával tusakodik. Vajon mi érdekli őtet? Ó, fájdalom! Ez, amint látom, nem hiába sóhajtozik. Alig, hanem sajdítom bibijét. Mit várhatok? Mit remélhetek már egyebet, hanem hogy rettenő unalommal töltsem ezután életemet? Nem tetszik ennek a nótája. Megszólítom. Mi dolog, kisasszony? Mind gyötrődik itt magában. Mások csoportosan mulatoznak, a kisasszony pedig csak itthon sárpítozik. Tudom én azt jól, hogy mulatoznak egyebek, és vígan töltik napjaikat. De azt tartom, többen vágynak ott is, hogy sem én azoknak mind seregeket számítsam. Én pedig azt tartom, hogy a kisasszonynak senki sem vesztegeti meg jó kedvét. Sőt, valahol jár öregbíti jelenlétével, kinek mind jó termete, mind tetszetős nyájassága vidámítja még a vadabb szíveket is. De mi hasznomra lehetnek, ha kedvem ezekben nem lelem? Csak úgy van az, ha szinte szája ízére nincs is gyakorta az embernek. Örömmel megy mégis. Kivált az olyan helyekre, ahol számosan összegyűlnek a vidám lelkek. Azért, akármit mondjon a kisasszony, valami titkos dolgot főzöm magában. Ó, ugyan, hát mit tudnék én szegény magamban főzni? Nem tudom ugyan szintén, de amennyire sajdíthatom, az a kis szárnyas tacskó, az ámor tett valamit a tűzhöz. Néked, amit látom, hogy kicsit szomodott az eszed, Magda. Nem nékem. Azért ne is hímezz a dolgot, mert a kisasszony valóban a szerelem bántja. Ugyan, hogy juthat eszedbe, kérlek, ez a bolondság? Hogy juthat? Ó, kisasszony, valami jó szaglásom van én nékem. Még a falon által is érzem én annak a szagát. Ki tudja? Hát, ha még azt is tudom, hogy kit szeret a kisasszony. Én-e? Hát bizony, nem is én. Felismernék sokat tenni, hogy egybe kitalálnám, ki légyen a kisasszony szerelmese. Mert a szeméből is kinéz. És ha nem csalatkozom, szemereit, nem de kitalálnám elét. Ó, Magda, édesem, nem tagadom tovább tüzemet, látom, nem titok előtted. Azért egyenes szívben megvallom, inkább ez bontja, ez keveri szívem nyugodalmát. Lám, hogy kitalálnám, hát csak tudom, Magda, valamit. De nem mondom tréfából. Szemerei olyan nevezetes ifjú, aki mind szerencséjére, mind születésére nézve a kisasszonyhoz igen illik. De mit hallottam? Azt mondják, nem tudom igaz-e, hogy a tekintetes úr valakinek másnak szánta volna a kisasszonyt is, nem pedig szemereinek. Ó, Magda, édesem, hiszen ez az, ami leginkább érdekli szívemet. Gondold meg, az atyám erőnek erejével a kompódi fiát akarja a nyakamba csapni.
Mit évő legyek én abban a gyáva lélekkel, hisz annak még a szája sem úgy áll, mint ahogy állania kellene. Mit hallok? Talán csak tréfa, amit mond a kisasszony. Bár tréfa volna, de... A mennyasszony szét irány, szója a gyöngy irány, az a boldog öregény, ki azt mondja az elég. A mennyasszony jött koszorú, csak az én szívem szomorú. A mennyasszony szíve tája, boldog minden dobanása, virágos a Néked megint eltörött a szád. Haszontalan pikerex, mert meg kell annak lenni, amit földön húzatva is, amit én akarok. Nézze meg az ember. Talán azt akarnád, hogy én atyád létemre tőled függjön. Hallod-e? Jobb, hogy előre alkudj meg vele, és ahhoz álljak, hogy én rendelek számodra. Úgy. Uram, atyám, hogy állhatok ahhoz, akit még jól nem is ismerek? Hiszen a Gombódi fia csak egy eszefogyott ifjú! Gyert, se szólj többet, mert porrá töröm a fejére! Adok én neked így gazdag fiúról lemondani! Hallod-e? Akinek a mostani világban 10-11 000 forinti jövedelme van? Hát nem bolond ember az. Van annak annyi esze, hogy holtig megelégedhetsz vele. Ne búsulj. Megmutatom én azt, hogy így kincses ember gyermeke mellett örökkön megnyughatik a szíved. Úgy. Úgy, édes lányom, csak áhítóz, mert lovad veszett. Megbolondultál. Mások tapsolva örülnének. Sőt, éjjel-nappal a helyét söprögetnék, ha így gazdag fiúra akadnának, és te még sóhajtozni mersz! Nyomorék! Lássa az ember fia! Csak így hasznom van ám annak, mikor a kisasszonyok azokat az átkozott románcokat olvassák, né? Csak válogatnak a szeretőkben, mint medve a vadalmában. Bezzeg, ha jóra való könyveket olvasnál, amelyek jó elkölcse tanítanak. Jobban tudnál most atyádnak is engedelmeskedni. Mi? Tehát uram atyám azt akar, hogy a szemerének adott hitemet megszegjem? Ó, hogy cselekedhetem azt, hogy ihhoz egy hív szívbe? Holott amelyeket is rendettem, az nem titkod, hanem eltökélt akaratjával cselekedtem uram atyámnak. Régen volt az már, hallod-e? Azt már a szél is elfújta. Azért haszontalan vitatlan a dolgot, mert én már olyan fiúra akadtam, akinek mint pénze, mint egyéb értéke több vagyon, mint szemereinek. Való ugyan, hogy szemerei egy szép fiú, de szépséggel az ember jól nem lakhatik! A mostani világban, aki szerencsét akar tenni, arra ügyelje, hogy gazdagra tegyen szert. Pénzposztó! Akinek pénze van, mindene van annak. Véghez vihet az bármit, még a rúdból is szépet tehet magának. Amint látom, a Kompódi fia neked nem tetszik.
de fogod még őt annyira szeretni, hogy egyszer urad lészen. A szeretet a házasság gyümölcsével szokott forogni. Estvére, amint elintéztem a dolgot, vőlegényed hozzád fog jönni. Merészelj aztán néki valami ízetlenséget mutatni. Meglátod, mi következik. Többet nem szólok. Legyen jó kedvel a kisasszony. Azért soha se sírjon. Mások örömökben a bőrükből is kiugranának, ha így szerencsét tehetnének. Ha engem csak egy ilyen legény kéretne is, ugorva mennék hozzá. Szegény boldogul, drága jó uram, nyugodjék minden porcikája békével. Míg életben volt, nem hinné a kisasszony, mely drága vígórákat éltem mellette. Nem voltam bezzeg akkor, hogy száraz keszeg, mint most. Higgye, kisasszony, nincs szebb állapot a világon, mint sem férjével lenni egy szobában. Ám ha csak eltűszenti is magát az ember, mely szép dolog, ha azt mondja valaki, proficiat, édesem! De hogy cselekedhetem, azt kérlek, hogy akit annyira szeretek, annál változtassam meg adott hitemet? Ó, szemerei, édesem, alig nyerhettem meg szívedet, már is elveszítselek. Ó, szörnyű fájdalom, kegyetlen szeretet, mit te mérdek nyomorúságba ejtesz egyszeribe? Tudom azt, drága kisasszonyom, hogy mely kínos állapot attól megválni, akit szeret az ember. De mit gondol a kisasszony? Így gazdag ifjúval. Ne is említs, kérlek. Inkább középszerű jövedelemmel állok ahhoz, hogy semmi ebben holtig viseljen bajos sorsomat. Már én szemereit valóban egy kába ifjúnak tartom, hogy éppen most késik, és amikor a leginkább kellene, akkor elő nem jön. Ne gyűjtör többet új szívemet. Lásd! Mi kegyes, mi kellemes arcot mutat a képe. A tekintete is hívebb sem, hogy a hozzám mutatott szeretetét megmásítsa. Nem is hiszem, hogy állandó ne légyen hűségében, hiszen a tekintete is merő hűséget, merő állandóságot mutat. Az igaz. Ha az ember a képét tekinti, egy igaz, hív szívet néz ki a szeméből. Van is oka a kisasszonynak, hogy annyira szeresse őt. És azonban meg sem lehetek, hogy boldog. Meg mi lehet a kisasszony? Jézusom, elájult! Szomszédok, segítség! Segíjetek itt a sietséggel! Mindjárt meghal a kisasszonyom! Itt vagyok itt! Mi dolog történt? Ó, segély, édes jó barátom! Mindjárt meghal a kisasszonyom! Csak ez a bajod? Azt hittem, hogy a szomszéd háza ég. Noda, lássuk, talán életre hozhatjuk. Kisasszony! Kisasszony! Ne féljen semmit, itt vagyunk segítségére! Egy szót sem szól. Talán már meg is halt. Tartsad, édes jó barátom, amíg valakit találok, aki haza segélyéje mellé. Megküld mindene. Már az orcáját is a veríték veri. Soha nem tudom meg, mit téve legyek. Már az ajka is elkékült szegénynek. De úgy tetszik, mintha lelket éreznék még benne. Ó, egek! Mit látok? Az én uram ölelgeti azt a nőszemét. Bizonnyal szereti, de utolérem az álhatatlant. Oda van egészen. Segítenem kell rajta. Kár volna, ha meghalna. Ennek még hasznát lehet venni. Yeah.
Ugyan. Hamar elhordták innét a lépést. Hihető. Biztos meghallották idejövetelemet. De hogy az uram mást szeret, az is igazán. Nem hiszek neki ezután, ha tenyerére teszi is a lelkét. Tudni illik, ő kegyelme. A jobb falatokat másoknak osztogatja. És nékem, éhen kell maradnom. A mai férfiak, amivel szabadon bírnak, azt utálják. Sokkal inkább hiszik, hogy a szomszéd tyúkja kövérebb, mint sem a mi ludunk. Megnézném én azt tetőtől talpig. De... olyan mi kincs lehet ez itt a földön? Ez valóban valami szép ifjúnak a képe. Szegény kisasszony! Már csak ugyan azt féltem, hogy meghal. De hiszem, hogy meggyógyulhat és férhez adhatjuk. De íme, itt a feleségem. Milyen szép munka. Meg kéne aranyozni annak a kezét, aki ezt írta. Csupa filigrán vonások. Vajon mi lehet az, amit ilyen édesdeden néztegél? Szegény gyapai Márton, te néked ez a kép nem igen jót jelent. Alig, hanem valamilyen titkos vendéget hoz a házhoz. De gyönyörű lélek. Még a szaga is jó néki. Még egész csókolja. Hogy a franc nem vinnél, hát most tudom csak hányat ütött az óra. Szép állapot lehet, akinek ilyen szeretője van. Ha ez valóban úgy tud az asszonyi személyek körül forgolódni, ahogy ezt az ábrázatja mutatja, hát megérdemli, hogy rápillancson az ember. Ó, az én Bitang uram is így oly szép férfi volna, de végig napokat tudnék vele megélni. Hát itt vagy, szép madárka! Most rajta kaptalak, ugyebár? Szégyentelen! Így tartod meg hozzám esküd hívségedet? Szép asszony vagy, ezt megvallom. Megérdemled, hogy hites társamnak tartsalak! De mondd! Mi hibát találsz én bennem? Orcán pirítója te! Mi kivetni valót találsz én bennem? Hol kapsz ilyen éptermetű férfiút, mint én vagyok? Tudd meg, te piszok! Hogy én voltam asszony anyámnak a legszegdi fia. No, de ő nagysága, nagyságos asszony. Másmilyen csövögére vágyik. És valljuk be, nincs rossz étvágya, szereti a porcogóst. Mit beszélsz? Talán víz. Azt hiszed, hogy én? Egy szót se szólj! Mert nyilván vannak előttem mindenek. Nincs mit tagadnod. Itt az a tanúbizonyság. Mi? Nem mondj többet, kérlek. Eddig is elég volt, amit rajtam tettél. Oh! Álljunk csak meg! Megvan az gondolva, ne busulj! Szálltad szakasztom az ízét. Ó, bárcsak! Ezt a Bitangot most a kezeink közé szoríthatnám, mint ahogy ehhez a képhez itt ragaszkodtam. Na, mit tennél te véle? Hogy mit? Ó, de drága Judicán, talán megbántottalak, hogy így nagy lármát indítottam? Nem ezt nékem. Ország Bitang jött el. Ha! Te mersz nékem, te csúf kutya! Már ezután látom. Igazi, nyeregvári gyapai Márton leszek. De, hitesd el magaddal. Mielőtt megnyergeltessem magam, megszámlálom, hogy hány oldal bordád vagyok. Te mersz nékem, konyha vakarék, így víztelenül beszélni. Ha, te mersz nekem, konyha lucsokja, így víztelen dolgot cselekedni. Szólj, ha tudsz valami. Nem méltó, hogy ezzel fárasszom magam. Már ezután. Szép dolog. A kalapom mellett egy-kettő szarvat viselni. Most látom, mibe törötte a fejedet. De elhitesd magaddal. Jó kőbe akasztottad a kaszádat. Csak győzzed a csorbáját kifenni. Soha, mióta élek, ennél tökéletlenebb dolgot nem láttam. Ő vétkezik, és engem tesz bűnössé. Nini, hogy teteti magát az orcánkon. Ha valaki nem ismerné, azt gondolná, hogy mi jámborság, ő kellene. Indulj! Lódulj a magad jófélékhez! Ismernek, kilégy! Szabadon nyarhatod, falhatod őket! Ezt a képet pedig nem kutya számodra készítették! Elhiggyél!
Úgyis a kezeink közé kerül ez a kép. Csak meg ne égesd a kezedet! Vetődött volna közbe. Ha még tovább tartott volna utazásunk, hát én éppen kidőltem volna, mint Máté tehene az útból. De mondja az úr már 8. napja, hogy nyakra főre űzzük, hajtjuk azokat a vén dögöket. Hát nékem már az oldala bordái sincsenek a helyén. Jól van az, de ne tölts kit hiában az időt. Mind jól van az, mind. De tanácsosabb volna mégis, ha előbb egy kevés nyugodalomnak adnánk magunkat, és ami a legfontosabb, betérnék valahová egy kis ebédecskére, mert megvallom, én már olyannyira éhezem, hogy a zsidó gyermeket is meghenném. Hogy gondolod azt, kérlek, hogy mi most azzal töltsük az időt? Holott önképpen tudod, mely nagy félelemben vagyok, hogy Rozinámat kezemről el ne üssék. Úgy hírlik, más valakinek akarja adni az apja. Rendes állapot. De jobb volna, ha előbb mégis falatoznánk egy keveset. Így remélem, jobban kinyomozhatnánk a dolgot, a teli gyomor mindenkor alkalmasabb, szerelmetes állapotokra. Itt nem messze. Finom, jó bort árultak mindenkor. Tekintsünk bé egy kevéssé. Higgye az úr, 2-3 iszik, mindjárt jobban foly a dolga. És azokban, ha mi szerencsétlenség is érné az urat, erősebb szívvel szenvedhetik. Keserülnék-e mindételem, minditalom? Jobb szeretném tudni, mint foly dolga a kedvesemnek. Vigye a patvar a kedvesedet, a nekem éheznem kell bellette. Egy szúr se többet. Néked csak az eszemiszom jár az eszedben, s meg sem fontolod, minemű szorultságban vagyok. Hát ki lehetne nagyobb szorultságban, mint én? Hát nekem már a szemeim is kell. Hallgass! Hallgass, ha parancsolim, és többi ezzel engem ne búsíts. Eredj, zabálj, ha tetszik. Én saját utamat nyomozom. Szívesen hajlok, uram, parancsolom. Eredj! Soha bizennél kedvesebb parancsolatot nem vettem egyszerűen. Tudom, Rozinám hű szeretettel viseltetik hozzám mindenkor. Remélem nem csal meg bizodalmam, melyet diktáplált. Kezemhez került már megint ez az átkozott kép. Itt van az az istentelen, ki híremet próbálja megszennyesíteni. Ez! Ez a majom ábrázat! Ez az eblelkű, korabészájú fia. Nem tudom, ki lovának fia legyen. Csak
rajta érhessem a szalonnát. Majd jó beleverem az orrát. Mintha az én képem volna. Hogy került ez ehhez? Mire véljem a dolgot? Ó, egek! Szegény gyapai Márton, ez minő nagy bőstelenségedre fog válni. De hogy került ez az ember ide? Mi jót remélhetek már, ha még képem is, melyet Rozinámnak adék vala, idegen kézben forog. Uram, bocsán már, ez is tudja állapotomat. Ma holnap azt nyerem vele, hogy az emberek újra fognak rám mutogatni, és mondják. Ahol, ni? Ott jön gyapai Márton, ni. Valóságosan az én tulajdonképem. Honozva szakasztott rossz asszony. Mi véltett téged arra, hogy engem így legszebb időmben a gyalázatba taszítsál? Hát, többre becsülöd ezt a majomábrázatot, ezt az cserépszájuk, mint engem, kedves szép uradat. Hiszen bárki megmondhatja, különb ember vagyok, mint itt az a varja kereveje itt. Hát, szocsmány pára. Csömöllet. Valóban az én képem hogy került ez ehhez? Mit szemfüleskedik itt utána? Nem győzöm ám meg oda csodálni, megszólítom. Kérlek, jó barátom! Mit akarhat ez itt nekem mondani? Csak egy szóra, jó barátom, hogy került? Vajon mi gondja lehet erre? No de várjunk! Eszembe jutott valami. Uram, bocsá! Ez ennek szakasztott képe. Nem, de kegyelmes uram, az a jó madár, aki az én feleségem esdesi. Engedd meg, jó barátom, ne tagadd meg tőlem azt a jó akaratot, mondd meg, hogy jutottál? Látom már miért pirul-pirul ő kegyelme. Ezi, ő kegyelme, Effi uramnak a képe. Ez a kép barátom, ha tudni akarod. Nem másé, mint az én egyik kedves barátomé. Akivel te nem kis barátságban vagyol. És tudd azt is, bárki légy, bár nem ismerlek, arra az egyre mégis megkérlek, hogy az én házam tájékának békét hagyjál, és még az árnyékára se tekints rá. Mert nem az ilyen lótófutó komondoroknak teremtették ám a szent házasságot. Kérlek, barátom, tehát az a személy, akitől ezt a képet kaptad, az a te... Az a személy, aktél ezt a képet kaptam, az én feleségem, és én neki a hites ura vagyok. Ó, egek! Az ura! Az ura! S jobbnál jobb ura, bátor keseredett szívvel is. Szabad kérnem, miért? Mintha nem tudnád, hogy miért. No de, hitesd el magaddal, ezentúl apjához megyek, és elmesélem neki, hogy minő leányzott akasztott az én lábamra. Ó, egek! Csak jól hírölték azt, hogy egy ilyen ocsmány fergeteg emberhez ment férhez. Ó, keseredett rossz lélek! Ha ezerszer nem adtad nekem hűségedet, legalább ez a rúd balgatag ember gátolhatott volna meg, hogy adott hiteted meg ne szegnéd, ha mindjárt a Darius kincsével bír is. A nagy gyalázat és rankadtság miatt már sem erő, sem lélek bennem. Az én vitam, uram, már rám se akar nézni. Egek, mi lehet-e az urat? Talán az ájulás kerülgeti? Soha se tudom, mi bajom támadott. Egyszerűen mindenem úgy felháborodott. Lehet, hogy a szívgörcs bántja az urat. Ha gondolja, térjen be hozzánk, még meg nem könnyebbül. Élek kegyességével az asszonynak, és ha megengedi, bémegyek egy kevéssé. Meséli, fiam uram, akkor méltán gyanakodhatik a leányom felől? Mindazáltal azt mondhatom, hogy egy kevéssé hirtelenkedni tetszett, fiam uram. Mert mindabból, amit elmondott, még nem következik, hogy a lányom valamiben megszegte volna a házasság kötelékét.
az ilyen dolgokban óvatosan kell járni, tapogatva. Minden mende mond a beszédnek nem hihet az embert, mert aki hamar hisz, az hamar megcsalatkozik. Az okos ember gyakran elhallgatja hibáit feleségének. Akkor ez csak ugyanazt jelenti, hogy az ember addig ne higgye azt, hogy a sárba dült, amíg nyakig benne nem fekszik. Hiheti az ember, hiheti. Én csak azt mondom, hogy könnyen megcsalatkozik, pláne ha szélésszel bír és módján felül hebehurgyálkodik. Nézze, ha valamit tanácsolhatok fiam uramnak, én azt javaslom, hogy okosan vizsgálja meg a dolgot. És hogyha kinyomozta, akkor adja tudtomra. Fogadom, a lányom többet az árnyékára sem néz annak a legénynek. Ennek az ipámnak, apósomnak, amit látom, csak nem ütötték tökkel a fejét. Mondhat valamit. És lehet, hogy nem is úgy van az a dolog, ahogy én képzeltem. De csak azért, amit az átkozott képet nála találta, csak nem gondoltam, hogy a feleségem kútyavetyére adta magát. Megyek. Megvizsgálom a dolgot. Mit látok? Ennek már az felesen barátság. Úgy kerültem volna a tenger másik oldalára, mint sem, hogy ezeket kelljen itt szemlélnem. Ha, mi kell lennél még több? Mit sért az úr olyan annyira? Nem remélem, hogy rosszabbul legyek. De kérem, mutasson módot arra, hogy megszolgálhasson. Nini, hogy teteti magát az orcát? Ha valaki nem ismerni, de én ismerem, tudom, hova céloz családbeszédje. De ha már itt találtam, megvárom, mit fog nékem mondani. Ó, hogy a török tatár el nem viszi innét ezt az embert. Kedvem volna átalverni őt, de nem cselekszem, tudva vagyon. Aki korpa közé keveredik, megeszik az disznók. Magam vagyok mindennek az oka. Csak azt sajnálom, hogy egy ilyen maszat ember csapta el kezemről a szerencsét. Hallja, de boldog ember az, aki így szép feleséggel bírhat. Ennek az embernek egere támadott. Csak nem hátulkélt a sarkam, úgy megijedtem szavaira. Már ezután azt hittem, hogy szentül lesz dolgom, és ím ezek itt újra kezdik a szalonnát. No, de várjál csak rá, mert oda várlak! Mi dolog? Hiszen csak most láttam itt szemereit. Boldog Isten, mivel magyarázhatom ezt? Tehát tudtomra sem adja ideérkezését. Ó, de boldog ember az, aki így szép feleséget bírhat. Mintha én valami hitvány potom ember volnék, akinek a keze csak arra való, hogy a zsebébe dugja. No, de várjál, mert megtanítalak én téged, hogyan kellessék a templomban fügyörésznel. Ha mered kérdeni, szomszéd uram, honnan ismeri Kend azt az embert, akivel az imént beszélt? Nem ismerem én. Tudja, a port kitehene szoktatta. De... amint látom a feleségem, az igen, csak szorosan ismeri. Hát mi lehet az oka, hogy Kent most annyira felháborodott? Drága kisasszony, nehéz is lenne azt most, mint előbeszélni, ami az én szívemen fekszik. Hát mi lehet az vajon, hadd hallom, talán megorvosolhatom valamivel. Oda, mint hírem, és mint nevem, becsületem. Az mind semmi nem volna, hanem az átkozott feleségem. Azt nem érdel vele egyebek csak, hogy a vármegye költségén temessék el. Hogy édes szomszéd uram? Az. Drága kisasszony, az. Az az szüzesség gyomláló. Tűzláv égetem, mert semmi egyébet nem mondhatok róla. Az hóhírója és öldökli az éle lelkemet. Az, aki most innét elment? Az, biza. Bár fulladt volna meg a hóhér madzagján, nincsen, hogy engem így gyalázatba ejtett volna. Már a feleségemet se tilthatom tőle. Ó, jóban vannak egymással, mint hogyha... parancsolatjába állna neki.
Én ezt mindjárt meggondoltam, hogy az ő titkos idejövetele semmi jót nem hoz magával. Sajnálom szerencsétlenségét szomszéd uramnak. Drága kisasszony, mi kegyes én hozzám? Bár kibe-kibe így kegyes szív lakoznak. De még mások? Az én panaszomat hallják? Hát inkább nevetnek rajtam. Mintsem, hogy sorsomon szánok hoznának. Ki gondolta volna azt csak egy-nehány hetekkel ezelőtt is, hogy ez a szemerei hívsége mellől elállhatna? De várj! Álnok, ravasz róka! Mert élni igaza... Az az igaz Isten, ki tetézett bosszút fog állni gonoszságodon. Nem is érdemel egyemet, csak hogy a bosszúját töltse ezen az átkozott lelken. Rosszba kapott gonosz pára, tökéletlen állok ebbfajzatja. Hadd te! Méltán felindult a kisasszony, de nem méltó, hogy miattam emészze magát. Mert él még az a bátor lélek, aki a család szíveket ráncba szedheti. Tudom, jól gonosz, mit kell bosszumat rajtad kitöltenem. És nem is múlom el, hanem a szempillantásban, ha élek. Megbosszulom, megtorlom tőlelem lehet pártulásodat. Megmutatom, hogy kellesség egy ártatlan szívet orra fogva hurcolnod. Drága jó lélek, hogy megesett rajtam a szíve? De vajon mitől lehet az, hogy így felvevé az ügyemet, hogy még a bosszúját is tölteni azon az állam férfiún? Szegény gyapai Márton, jobb volna néked egyszerűségedben inkább a kemence mellől nézni, mit csinál a feleséged. Az a szelíd erkölcs, ami eddig a tulajdonú volt. Ha elveszítem, nehezen kapom meg. No meg aztán, jobb néked, hogyha te senkit nem bántasz, mert akkor engem sem bántanak. És aztán én volnék a bolondok ispánja, hogyha azért a lucskos asszonyért a kezemet meg a lábamat összetörnék. Bolondság! Más borítja ki a teljes fazekat, és én fizessem meg az adót érte. Már ezután azt teszem. Nem gondolok véle. Bármi úgy csinálnak a feleségemmel. De mégis mindezáltal, mintha valami a szívem körül folyamatosan makulászna. Kezeim is nem tudom, miért folyton arra késztetnek, hogy ne hagyjam cserben a becsületemet. Ki kell állnom magamért. Vagy veszitek, vagy nyerek, de nem hagyhatom házamat megbecsteleníteni. Többször is láttam. Karóhegyén tarvajrat, és nem jöttem meg tőle. Gyerünk, gyapolj már, gyerünk. Mit félsz ettől a mezítelen szájú gyermekembertől? Gyerünk! A bátor szívekkel társalkodik a szerencse. Jadnám én, de nincs mit. Borélkül négy, de nincs mit. Beteg az én galambom, végis elmegy, ha mondom. A szép asszony messze lett, borélküldi az urát, még az ura borélje, gyak a legény nála jár. Ennek kocsváros né, szép asszony, a szavamra hallgasson. Jöjjön be a szobába, feküdjünk le egy ágyba. Nesze, de most már az utója, ezt már csak vízzel szolgálhatunk. Ort igyunk mi, de vizet, melyet Noé atyánk szerzett. A vízónak csak kellene, ám de sok vék alakik benne. Vizet igyék, ökörló, mert csak annak való, vízi valamot hajtson, tüzet meszet olcson, szennyes ruhát tisztítson. Az én babám nekem most tűnt, hogy legyek okos és bőcs. Mert Magyarország két városa, Pest és Buda. A közt folyik egy szép víz, melynek neve Duna, annak partján van egy fa, melynek neve fűzfa, az alatt van egy hal, melynek neve harcsa, harcsa-varcsa, magát az Isten tartsa, aki ezt a költeményt elmondja, ezt a pohárbort megírja.
Így a deseptiben, még elijeszti a jámból lelkeket. Nem tetszik a költemény? Maguk mind egyformák, amint a kis farigványaik. Nap-nap után betérnek ide hasonló szolgalegények. Minélyik elkívánná csábítani az emberlányát, csak fizetnie kéne. A kocsmában úrnak képzelik magukat, osz lóg a gatyájuk, meg túros a képük. Nem tetszik az asszonyságnak, pedig mindenem a helyén van. Két szem, nagy száj, formás orr, lapát fülek, a többi meg már ilyen vénasszonyoknak mit sem számít. Na fizessen aztán kotródjék, roncsa máshol a levegőt. Mert meglássa, kisasszonyok nem lesznek én bele még paprikások. Az összeset elcsábítom. Milyen derültség tárgya? Én farkas kiálték, és jön az orvos. Milyen farkas? Éppen tyúkozást játszanánk. Éppen megfelelnék. Mit csinálsz te ül? Ásom. Mit ásol? Kutat. Minek a kutat? Vízni. Minek a vize? Főzni. Mit főzni? Leves. Milyen fussal? A te csürkény. Anya vagyok, nem hagyom. Ő vagyok, megfogom. Jaj, te csókod, kis zsidé. Nem alak, szereznék meg újra. Játszunk mi mással. Gyertek elő, libájaim. Nem lehet. Miért? De félünk. Mitől? Farkas van a híd alatt. Mit csinál? Mosdi. Miben mosdi? Aranymedencében. Miben törölközik? Arany kiskendőben. Hová teszi az arany kiskendőt? Arany kisládába. Hát az arany kisládát? Arany nagyládába. Hát az arany nagyládát? Csipkebokorba. Hát a csipkebokrot? Ég alá. Hát az eget? Föld alá. Gyertek elő, libájaim, gyorsan! Tehát, leányom, eltökélt szándékod, hogy akaratodat, akaratom hosszabbjad? Nincs más különben szerelmes atyám. Rendelkezik ezután vélem, hogy kedve tartja. Akárkit rendel férjemnek, szíves ajándékul veszem. Így illesz atyai szívemhez, leányom, ha így drága szavakat hallok ajkaidról. Eddig is, ha rám hallgattál volna már, torkigúszkálnál a gyönyörűségben. Jössz te, fogad atyai szívem ölelését, nem csak mint szerelmes gyermekem, hanem mint engedelmes, jó magzatom. Mi dolog, kisasszony? Csodálom, hogy így hamar meg tudott változni, holott? Ne csodáld azt, Magda, mert ha megmondom az okát, magad is helyben hagyod cselekedetemet. Szeretném hallani. Azaz, átkozott, híteszegett szemerei, mert hogy én arról semmi jót sem mondhatok. Annyira megcsorbított a szeretetemet, hogy nem is kedvelhetem, hanem ha lehetne, gyűlölségemnek szennyévé tenném őt. Gondolj meg, Magda. Holott te tudod, mely híven szerettem őt, és most? Hogy ide érkezett? Mi csak jelenlétit sem tette, nem, hanem... Íme farkas emlegetnek, s a kert alatt kullog. Szinte úgy történt, ahogy kívántam. Alázatos szolgálja a nagyságos asszonynak. Örvendek, hogy tiszteltem úri híg személyét. Alázatos szolgálója csavargó uramnak. Szinte óhajtva vártam, mint ebb az ostort, hogy szemre keríthessem nagyságodat. De azonban az én erkölcseim nem olyan nagyok, hogy a szomszédokba jöjjön csodájukra. Az így tiszteletekkel, bár inkább otthon maradt volna, legalább, hogy gyalázatos hírét nem hallottam volna. Ó, ártatlanságnak jeles edényi. Ó, ártatlanságnak jeles tükörje, ocsmány, kit még merészel előttem megjelenni? Magam is megismerem, hogy vakmerőség volt tőlem, hogy így nagyra hágott úri személynek merészlek elejébe jönni. De ilyen szerencsével ezután, és hogy békével töltesse férjével napjait,
emlékezetembe se tűnjön személye. Én érte leszek, emlékezetembe se tűnjön. És nézze, fogja hiteszegett adományát, és adja annak, akiben több hívséget talált. Fogja viszont hitetlen adományát, és állítson el más felem, ne engemet! Imhol adott tobák tartója is. Kedveskedjen vele szerelmesének. Íme adott fülbevalója. Aggassa arra, hogy fülen fog borulni. Vegye adott pálcáját is. És ne mondja, hogy valamely adományával dicsekedhetem. Vegye hitvány nyakfüggőjét is, és... Segítene? Hát hogy a viharban, persze. Szerencsétlen. Nyomorult. És velem kötet, ne kereskedjen! Utálatos lélek, vedd vissza adott hitedet, melyel álnokul tápláltál mindeddig. Nesze a tiéd is, melyet családul hitegettél mindeddig. Találok hívedet nálatnál. Örvendek. Olyan leány, mint te voltál hozzám. Akárhol találok magamnak. Nem szükség, hogy én itt amott botorkálj. Jó néked a szomszédasszony is, akivel eddig nyájaskodtál. Miféle szomszédasszony ahhoz a kocit nékem elő? Nini, mintha nem tudná, úgy tetteti a dolgot. De hitetlen, tudva van, előttem minden cimborád. És különben is ne véld azt, hogy nagyon megütközök elpártolásodon. Rajta, mit érzed, az istentelen, aki jó híremet kívánja megszennyesíteni! Ide te kincs, ide mi? Itt van, aki majd életem is megfelel. Hú, lelkem húhéra, mit keres az itt most? Pirulsz most, ugyebár, szemtelen. Szólnék ki, ha tudsz valamit. Pirunkodhatsz te, ha van orcád szemtelen. Ha egy napig élek is, de kitöltöm rajta a bosszumat. Nem nyugodhatok addig, amíg keresztülem járok a testén! Rajta vitéz kardom! Itt mersz előttem cinkoskodni, te! Még ma tutózizom lelkedet, ha csak ugyan el nem futsz. Mit akarsz, személem, kocipor létedre, te! Gyilkoskodó lakor! Amint látom, ez az ember nem igen fél tőlem. Én senkitől semmit nem akarok. Hát mit jelentenek ezen fegyveres öltözet? Hogy mit jelentenek? Csak magamra vettem, hogy ne verjen meg az eső. Ó, tudja a kezem, most az egyszer már nem merem átaludni. Szinte örülnék rajta, ha már levertem lábairól, de mit félek ez semmiségtől? Gyerünk, gyapai! Mit mondasz, mit? Én ugyan senkinek semmit nem mondtam. Mi az ember vagyok, ha most egyszer nem merek már belemarni? Szinte szégyellem magam, hogy ilyen nyúlszívű vagyok. Félek ez semmiségtől. Most dobozik. Meglakolsz, ugyebár. Csak tudom, jobb szeretnéd, hogy inkább vakon születtél volna, hogy sem, mint itt ő előtte pironkodsz. Pironkodhatok, és deréken belül kényelmet, a dicsekedhetsz vele. Ó, ha egyszer lenne már bennem kurázsi. Hallgass, hallgass, egy szót se szólj. Mi dolog ez? Azért fegyverkeztem fel ilyen keményen, hogy itt álljak, és nevetséget indítsak magamból. Itt a pisztolyom, és a kardom is készen van. Gyerünk, lőjünk, csapjunk keresztül a gonosztevőt! Mint hogy látom bosszúálló haragodat, engedek mindenekben. Töltsd békével napjaidat, nem irigylem szerencsédet. Hitesd el magaddal csak azért is, hogy úgy cselekszem, hogy kényes kedvennek tetszik. Józanodik a legény! Na csak azért hord el innen viselt fejedet, ha ugyan éppen akarod tartani! Mert... Ki parancsolt itt nékem, mi? He? Nézze! Még ő fogja fentebb a dolgot az istentelen! Szerencséjét, hogy több eszem van nekem, mint nékem! Mert különben megmutatnám, hogy hol szed össze a fejedet! Barátom, te ilyen felindultál ellenem.
Talán azt sem tudod, mi gerjesz szín, hogy haragra? Szép is volna, ha ilyen okos ember, mint én még ezt se tudnám. De igenis tudom. Barátom, csöpnyire ismerted volna. Az én feleségemnek békét hagynál. Mert, hogy senki másnak, hanem úri személyemnek vettem el. Soha ennél nevetségesebb dolgot nem hallottam. De, kérlek jó barátom, ne is epezd magad miatta. Ne, véletlenül se. Ne, tudom én, hogy ő a te feleséged, és ne is hidd, hogy én ültet. Ne. Hogy tudja magát tetetni a hitetlen? Ha te is azt hiszed, hogy én valami fondorú ifjú vagyok, ezért te is bátran szegre akaszhatod gondjaidat. Velem semmi között? Ebből beszélgesni? Tudom, így. Hogy adósod nem marad. Csak jó, meg kell neki mondani. Magyarán. Ha kell neki, keresem magát. Az én feleségemnek békét hagyom, mert Isten üsse a vargákat, oly csúfot üzök belőle, hogy hetedikét unokája is hirtolgott belőle. Nekem ugyan nem mondtam, hogy a kisasszonyomon töltsem simáj bosszúmat. De tudja meg mindazáltal. Tököt a fejemhez nem ütöttek, és vak se vagyok, hogy ne lássam, amit a kisasszony cselekszik. Már ez feletti nyilvánvaló magyarázat még a becsületnek ösvényét is általhágja. Téged meg ki hívott ide ügyvédkedni? Hogy mersz úri személyébe bele kapni, lucskos? Hát nem tudod, hogy ő velem van? Legkisebb gondom is nagyobb annál, asszonyom. Azért ne aggódjon, mert én kezéről le nem csapom őtet. Neked pedig nem, de megmondám, hogy ez lesz a vége. Tagad már most, ha tagadhatod. Soha nem tudom, miben álljon a dolog. Ezek vagy a maguk eszkönátestek, vagy engem tekintenek eszelősnek. Isten tudja! Ezeket ma mind megbolondították. Csak nem fél órája, hogy itt viszok, de azt se tanulhattam ki, hogy fehére vagy fekete, amiről vetekednek. Amint látom, nékem kell itt utoljára közbevetnem magamat. Mondja, Szemerei uram! Mit tud az én kisasszonyomnak a szemére vetni, mert eluntam már a sok terehere beszédet hallani? Mit tudok? Hogy mit tudok? Azt tudom, hogy én mindig igaz hív tisztelője voltam a kisasszonynak. Most is, mikor meghallám férjezben öndő szándékát, nyakra főre étlen szomjon ide siettem, hogy el ne szalasszam őt. S erre mire kell megérkeznem? Adott hitét másnak adta, engem pedig hívségem mellett falba rúgott. Beszéli az úr? Talán bizony azt véli, hogy az én kisasszonyom az urat megvetette, és máshoz nem férjhez. Mi lehetett volna az a szerencsés férj? Itt van mi, mintha nem tudnád te es. Hogy lehetett volna az? Ő tudja ott mögötted, mint lehetett. De a lényeg, hogy örökre bekötötte vele a szemét. És ki mondott ezt? Ehol mi hittál ő figyelme? Igaz-e az, amit az orr mond? Amit mondottam, megmondottam. És most sem mondhatok egyebet, hogy őt senki más számára, hanem úri személyemnek vettem el. De barátom, mi gerjesztett oly nagy haragra, hogy a kezedben a képemet forgattad, mi? Nem tagadhatom. Most is a kezeim között vagyok. Kérlek, azt is mondottad, hogy aki neked ezt a képet adta, az a te feleséged. Ez sincs különben. Maga se tagadhatja. De az is igaz, hogy ezt a képet nálad meg nem találom, soha mai napig nem tudom, hogy milyen bita prédára adja magát. Mi buta észre bírtam álma. Talán bízz azt félet, hogy én szemétel szedtem a becsületemet, hogy annyit piszkálódsz bennem. Ó, édes uram! Abból, hogy ezt a képet kezemben találtad, ingyen se vélt, hogy én valami kicsapó szemű lennék. Megtanulta ez a szív, hogy kell a házasság törvényét híven megtartani. Csak hogy te is megtudhass, ezt a képet itt találtam mi? Ezt az urat! Pedig itt láttam, amint az állást kerülgette, és én magam kényszerítettem, hogy térjen B hozzánk, míg meg nem könnyebbül. És én észre se vettem, hogy ez ennek valóságos képe lenne.
És te, meg mindjárt, mint a pulykakakas felpattan szellenem. Hát élik ezt egy okos férfiúnak? Amit látom, az egész felpatt van, aki én vagyok az oka, mert ezt a képet az én ájulásom közepette elkezdtem ki a kezemből, és így történt, hogy az ura házamhoz bévezetett. Nézze meg az ember! Ma már én most nem lettem volna. Még most tudnánk hányodán vagyunk. Így megy ez, ha az ember csak úgy hedeskedik, és számot lövetelünk az eszével. Ha nem, ha csak ugyanígy esett a dolog, kivetkőzök vitézségemből. Igen, csak megizzadtam az eppárájú kutya fia miatt. Én azért csak azt vallom, hogy ezek mind oda céloztak, hogy hályagot húzzanak az én szememre, és elállítsanak. Ne búsulj, édes feleségem, ha már a köztünk ez a dolog így esett. Csak veszítettünk is valamit a becsületünkből. Nagyobb kárt én valék. Jössz te! Öleljük meg egymást! Béküljünk ki! Ezek meg csináljanak, amit akarnak! Felelem aztán... Jáncsba is muszatják magukat. Jól van. De azért vigyázz magadra. Csak egyszer kell rajta kapja. És duplán fizeted meg a zárat. Boldog Isten! Mit cselekedtem én? Ó, hogy mire nem viheti az embert a hirtelen harag? Ki lesz az boldogtalan sorsom? Ki lesz az, aki felállít csak talpig lerombolt szerencsémet? Íme, amint rólad ezeket hallám, egészen atyának akaratjára hagyám magamat, és vesztemre egy másiknak ígértem a kezemet, akit talán egész életemben gyűlölni fogok. Ó, egek! Juttasodok eszembe valami józan tanácsot, hogy az atyámnak dühött akaratját elforgathassam. És íme itt jön örök vesztemre. Ha ember a talpán, csak megtartja adott baruláját. Alázatos szolgálja Hédervári uramnak. Örvendek, hogy tiszteltem úri hív személyét az úrnak. Remélem, hogy eddig mutatott jó akaratjában találom az urat, és hát ami engem illet, most is, mint mindig, igaz hív szeretettel viseltetem az úr kisasszonyához. Remélem, nem kell megcsatkoznom reménységemben, és ahogy nékem ígérte, úgy nékem is adja. Ó, édes uram! Hegedült már arról Szent Dávid. Amint én ígértem, régen volt. Talán már nem is igaz. Tehát most akkor hiába fáradtam ide, és meg is kell csatkoznom reménységemben? Magam is úgy gondolom. Szóval ennyire veszi az úr az emberséget? Csak úgy van az uram. Házasság dolgában nagyobb a konc az emberségnél. Egy jó atyának a mostani világban azon kell lennie, hogy kötelességének jól megfeleljen, és amennyire lehet. Boldogabbá tegye leányának állapotát. Úgy, de szerelmes atyám, mi jót várhatok ezután fejemre, hogyha a négy kiadott hitemet be nem töltök? Ez az engedelmesség, amelyen egy gyermek az ő atyának tartozik? Így tartod meg adott szavaidat? Nem jut már eszedbe ígéreted? A kompódihoz adlak! De én, itt jön szerencsémre. Tudom, jól itt jön mondani. Már mindent elintéztem. Mi jót hoz, Kompódi uram? Megvallom, nagyon régóta vártam, hogy szembe leessek az úrral, mint van tehát a dolog. Sajnálom nagyon, édes Hédervári uram, hogy adott szavaimnak ura nem lehetek. Való ugyan, hogy a fiam eljegyezte magának az úr leányát, de mit van mit tenni? Azt hallom, hogy az istentelen minden akaratom ellen már 4 hónapja Kikirics Pál uramnak leányával oly csomót kötött, mert sem én, sem az úr fel nem bonthatunk. És azért az úr számot se tartson ezután az én fiamra. Szentül van a dolog. Ha az úr fia minden engedelem nélkül
mást választott magának, úgy magam sem tagadhatom, az, hogy az én lányom is. Régtől fogva már teljes akaratommal kezet fogott Szemerei uramnak. Aki mind jeles eszére, jeles elkölcsére nézve, alkalmas tette magát előttem, hogy lányomat hozzáadja. Dicsérem a helyes eszét az úrnak! Én pedig becsülöm jó akaratját, és ígérem, hogy ezért holtig tisztelője leszek az úrnak. Menjünk tehát, mert többet intézhetünk a dolgról. Mióta gyalog járok. Így nagyot, mint a mai napon nem hibáztam. Csak nem elhittem már, hogy a feleségem cédulát akaszt a homlokomra. De hála a szerencsének másképp esett a dolog. Tanulhat rajtam a világ. Hogyan kell félteni az embernek hitestársát? És vakuljak meg holtam után, ha eztán hitelt adok, amint keresztül is esek rajtok. Ígyunk. Akkor szép a nevem, mikor szőbb, így olyan akarom bennek ők, olyan a vakarom, mint a lány, sírva sétál a pálya után. Olyan a vakarom, mint a lány, sírva sétál a pálya után. Ezt a kereket őt járom én, ezt a barna kislányt várom én. Ez a barna kislány Viola, én vagyok a vigasztalója. Ez a barna kislány Viola, én vagyok a vigasztalója. Jaj, de sokat jártam, fáradtam, mikor házasodni akartam. Nem találtam kedvemre valót, csak az a szeretőm, aki volt. Nem találtam kedvemre valót, csak az a szeretőm, aki volt. Téged látlak minden álmomban, álmom után minden dolgomban. Ha suhajtok érted a panasz, ha örülök érted vagyonasz. Ha suhajtok érted a panasz, ha örülök érted vagyonasz. Elvágtam az ujjam, jelenek már, fügefa levelem köttem rá. Fügefa levelem, gyógyítsd meg, gyere kis angyalom, csókolj meg. Fügefa levelem, gyógyítsd meg, gyere kis angyalom, csókolj meg.